A műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló. Beat, az ütős alternatíva. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja Réd Ládámmal. Sziasztok, ez a Hangpróba legújabb epizódja. Megérkeztem Pécsre, itt van körülöttem a Dogoz, és hadd mutassam be őket név szerint. Itt van Hanzli Fanni énekes, aztán velünk van Serfel Bogi basszusgitáros, Kárai Bence gitáros, Hegyes Tamás Maugli dobos, és Érett Szabi gitáros. Üdv nálatok, sziasztok! Sziasztok! Mindig szoktam a viszontagságaimról mesélni, úgyhogy ezt most sem teszem másként. Üdvözlöm innen azt a MOL benzinkutast, aki lehúzott közel 4000 forintra, mert hogy rossz autópálya matricát adott, aztán közölte, hogy nem tudja visszavonni a vásárlást, aztán hívjam fel a központot, felhívtam a központot, ott közölték, hogy a benzinkutas tudta volna visszavonni, ők nem tehetnek semmit, úgyhogy ez egy drága út, de kárpótoltak a gyönyörű alagutak, amik felétek vezettek, majd a fényes Budapestről megérkeztem a mediterrán Pécsre, ahol esik az eső, és az Olimpia áruház alatt vagyunk, talán egy próbateremben, aminek a hangulata zseniális. Igen, pontosan egy pincében helyezkedik el a próbatermünk itt az üzletház alatt. Egészen kellemes, csak kicsit van penészszag úgy általában. De nem is az, tehát szerintem az a hangulat, amit itt megéreztem, mikor bejöttem, az valami fantasztikus volt, tehát nem mennék bele ilyen szaktémákba, hanem inkább azt tetszett, hogy bejöttem egy folyosóra, ahol gyakorlatilag minden szobából jobbnál jobb zenekarok próbája hallatszik ki, tehát azt érzem, hogy itt van egy ilyen közösség, ezt jól látom, akikkel akár így össze lehet járni. Shout out to Roadside Rose zenekar, akik jelenleg is próbálnak. Minden is puszíjuk őket. Valószínűleg hallatszani fog, igen. Amúgy igen, itt van egy erős közösség, meg azért itt összejárnak a srácok cigizgetni két számpróbálás között, de amúgy például itt próbált a 30Y is körülbelül két teremmel arrébb, meg jó pár évvel ezelőtt. Nem, itt próbáltak. Nem itt próbáltak. De itt próbáltak. Jó, itt próbáltak. Én egyébként nagyon szeretem a pécsi zenei életet, meg az egésznek a hangulatát, és hogyha most körbenézzünk itt a teremben, már pedig lehet, mert hogy a Beat Radio YouTube csatornáján, a Beat az ütős alternatíva YouTube csatornáján meg lehet ezt tenni, akkor igazából így nagyon különleges dolgokat láthatunk, például a kedvencem a kandalló a háttérben, ami szépen lobog, és ezen kívül a gyönyörű könyvespolc, ezeket ti hoztátok ide, ezek mind ilyen saját dolgok. Mi az, amitől azt mondjátok, hogy ez a próbaterem tényleg olyan dolgok? Hát nem csak a miénk egyébként, hanem osztozunk néhány zenekarral a próbatermen, de mindenki hozzárakta a saját dolgait, a saját ízlését. De például, hogyha itt a könyvek közé nyúlnék, akkor olyan dolgokat találnék, amik fontosak számotokra, vagy olyanokat, amik akusztikailag klassz, hogy itt vannak? Hát szerintem ez összességében egy ilyen összeválogatott, mindenki elhozta otthonról, szerintem, ami nem kell. De hogy az ezek azért, már itt vannak régóta. Igen, de hogy ezt azért tudni kell, hogy itt a zenekar nagy része később jött ebbe a terembe, Bogi meg a Szabi, ők már itt próbáltak előtte, és itt nagyon sok mindent ők is csináltak, vagy hát ilyen segítséggel csinálták meg itt ez a közösség ezeket a, minek hívják ezeket a raklapokból, ezeket a polcokat és hasonlók, szóval ezek ilyen mind saját készítésű, ugye a hangszigetelés, a szőnyegek, mindent így szépen összeverbúáltak a többiek. Ez nagyon tetszik, meg az is, amit itt az előbb elejtettetek, tehát az van, hogy ami nekünk nem kell, az megy a nagyszülőkhöz, ami ott sem kell, az megy a telekre, és aztán utána majd a marketplace-en vagy valahol így felbukkan a dolog. No, de alapvetően, hogyha most egy dolgot kéne kiemelnetek innen, ami nagyon ti vagytok, vagy bárhol lenne a próbatermetek, az menne veletek, valami kis extra vagy kiegészít, akkor van itt olyan? A Szabinak a voxja. Ja, itt az erősítő mögöttem? Meg a pedálok, gondolom, hogy ez olcsó. Ja, teljesen jó. Nézem még ott a Red Hot Chili Peppers-ös logót, az ti hoztátok meg fölötte a kutyát, aki kétségbe esetten néz a szemembe. Egyiket sem igaz. Amúgy az egy Breaking Bad-es plakát, tehát hogyha azt elfordítanám, akkor ott lenne a Heisenberg. De amúgy nem, azt sem mi hoztuk, meg a Red Hot Chili Peppers-t sem mi hoztuk, amúgy. De például itt vannak a Made in Page Fesztiválról, talán a legelsőről a logónk, a kis Molino, igen, vagy felirat. Ezt minden népben megkapják a zenekarok ugye a Made in Page Fesztiválon. Aztán mi most már gyűjtögetjük egyre jobban. Most már Debrecenből is hoztunk egyet. De hogy hát alapvetően
nem nagyon, vagy hát vannak dolgok, amiket vinnénk, de általában, vagy itt nagyon semmi nem a miénk a hangszereinken kívül, úgyhogy annyira nem tudunk semmit elvinni. Mostenk a miénk. Tulajdonképpen tőletek otthonos a hely. Na jó, beszélgetünk nem sokára a zenékről, illetve egy picit majd belemegyünk a történelmetekbe is, mert hogy ez a hangpróba a hangfoglaló belső hangja. És most következzen a hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. Próbaterem, stúdió, alkotó műhely. Mindenhová beviszünk, hogy első kézből hallhass a legtehetségesebb bandákról. Felkészültél a zenei kalandra? Startoltunk a hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. A mikrofonnál Réd Ládán. Talán induljunk el attól a ponttól, hogy a kezdetekben született egy blues dala a Mekiről. Nem tudom, hogy ez hivatalosan... Ezt hol találtad meg amúgy? Része a sztoritoknak, de erről meséljetek egy kicsit. Talán Fanni akkor még egy másik bandában voltál, nem? Igen, hát alapvetően az van, hogy a Bencét én régebbről ismerem már. Együtt próbáltunk egy másik helyen, vagy hát egyszerre próbáltunk egy óradias teremben, és nem egyszerre, mivel na mindegy. Okay. Lényegtelen, onnan ismerem a Bencét, és akkor hát mi nagyon jóba lettünk egy ideig, meg most is. Barátság vége. Barátság vége. És aztán sose zenéltünk együtt, és hát voltak ilyen próbálkozások, mindig megpróbáltuk, és akkor így született egyszer csak az, hogy lejöttünk csak így szórakozni a teremben, és megszületett ez a híres neves McDonald's dal, majd egyszer kiadjuk valamikor, nem? Megcsináljuk. Amúgy lehet, hogy nekem megvan még valahol a Google Drive-on, de nem fogom megküldeni. Nagyon jó. Figyelj, egyébként ez különleges lehet. Nemrég egy este beültünk egy Mekibe, és pont jött Delov Jávor, a Magor nevű dobos barátjával, egy buliból jöttek, és akkor odaültek hozzánk, és iszonyatosan szürreális élmény volt. Tehát onnan indult a dolog, hogy már zárta Meki, és ők közölték, hogy nem tudom, valahonnan vidékről, talán Békés Csabáról, nem tudom, jöttek fel, mert itt a legjobb a sajtburger, és csak innen, és csak ott, és akkor ezt így kikérték, majd elkezdtek klasszikus zenét üvöltetni a McDonald'sban. A Jávor meg szomorkodott, hogy már nem kapnak almáspitét, és hogy majd oda rendeli a futártól, mert hát, ha akkor még kihozzák. Jobb lenne egy blues dallal ez a Mekis élmény, de mondj nyugodtan, hogy mi a ti sztoritok. Ja, hát igazából én még annyit akartam hozzáadni ez az egész Mekis dologhoz, hogy ebben még benne volt a Dogoznak az előző dobosa, a Keceli Szabolcs, tehát az volt, hogy a Fannival meg a Szabival lejöttünk, még akkor másik terembe próbáltunk, egy szembe lévő terembe, és demoztunk. Tehát annyi volt, hogy én játszottam egy ilyen klasszikus blueskört, a Fanni énekelt ezt a szöveget a McDonald'sról, meg a Bohuszról. Bocsánat, klasszikus blues énekel. Igen, klasszikus blues vokalista módjára. És akkor igazából a refrének meg annyik voltak, hogy ilyen undorító Jack White-szerű, tehát azért mondom, hogy szerű, mert hogy sokkal szarabb szólókat játszottam rá, és megkevertük így, quote-unquote megkevertük, és azóta is a drive-omon van. Tehát Szabi, még bármi lehet belőle. Te ebben részt vettél már bármennyire, vagy hallottad nem, ezt a produkciót? Ez a másik Szabi volt, aki még dobolt, de én még nem is hallottam igazából. Na, milyen titkok vannak? Ja, örülnék neki, de szerintem a srácok nem merik megmutatni igazából, szóval... Lehetséges, hogy egyszer majd ebből csinálhatnánk egy ilyen tényleges premiért. Nekem tetszik a koncepció. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. Viszont ebben a műsorban nem csak beszélgetünk a zenékről, hanem hallgatjuk is őket, és van egy Shubidu című felvételetek. Itt beszélgettünk előtt, hogy talán ez lenne az első, amit kiválasztanátok. Miért éppen ezt? És ilyenkor mindig egy kis kulisszatitkot szoktunk csatolni a dalhoz, tehát meséljetek róla egy kicsit, kérlek. Aki kapja. Szóval ez úgy indult, csak vicceltem, akkor én nem is voltam a zenekarban. De nyugodtan, azt észrevettem már, mikor itt szereltük össze a technikát, hogy Tomi néha így magához ragadja a mikrofont, és ilyen rádiószignálokat nyom csak úgy random. Tudsz egyet? Tessék, ez volt ez. Lehet, hogy most kéne, Fanni, megnyomnod az effektpadon, mondjuk a zöld gombot. Jó. Isteni, ezek a gombok. Van egy. Na, de akkor visszatérve a Shubiduhoz, mit kell erről tudni? Hát a Shubidu volt ez a dalunk, amihez leforgattuk életünk első igazából klipjét, vagy élőszereplős videóklipjét, ami meg is jelent. És Bence fogja a fejét, de miért?
Hát nem fontos igazából. Az a lényeg, hogy hát voltak ilyen próbálkozásaink, hogy csináltunk, de aztán végül is nem jelentek meg. Uh-huh. De a Subiduról azt kell tudni, hogy még annó a kikeltető nyertünk egy videóklip támogatást, még mikor volt ez? 18-ba talán? Vagy? 18-as évad, és 19-ben ott van amúgy. De a mikrofonba kérlek, még bocsánat. Egyszer. Igen, szóval... Tehát, hogy 18-ba volt az évad, és 19 elején uh-huh. kaptuk, és hogy ott van a falon a bekeretezett támogatás. Ja, látom is az összeget, nagyon szép, rá lehet zoomolni a videós felvételből, és akkor a videoklip az tulajdonképpen, amiről majd még szerintem fogunk beszélni, de az első ilyen igazi élőszereplős klip, ami kijött, ugye? Igen, igen, igen. Illetve a Subiduról azt kell tudni, hogy valamilyen szinten az egyik első számunk a Pereppának volt a folytatása, egyfajta ilyen évet írtunk le, hogy az volt az első között egy dal, és akkor, hogy mit, hová fejlesztettük tulajdonképpen. Mert ugye ez ilyen nem volt ilyen szánt szándék, kos dolog, hogy ilyen kapcsolódás legyen a két dal között, de végül így alakult, és szerintem nem bánjuk. Hallgassuk meg a dalt, utána pedig beszélgetünk majd még róla a klipről is. Hangpróba. Videóklip. Én megnéztem a klippet, nem is egyszer. Rengeteg minden van benne, ami így felkelti az ember érdeklődését, például egy klassz utalás a Blondira, a Brownie-val. De vannak benne még így más momentumok is, amiket így kiemelnék, de most Tomi nagyon elkezdett röhögni, úgyhogy lehet, hogy szólnál egy szót ehhez. Blondi kopintás. Igen, ez az egyik első komment szerintem a klip alatt, hogy ne. Olcsó blondi kopintás az egész, de ennek fejében vettem egy blondi pólót a múltkor, és abba koncertezek azóta is, úgyhogy legalább hiteles. Jól teszed, ilyenkor rá kell tenni még egy lapáttal. Én is nézegettem a kommenteket, ugyanabban még Szabi dobolt, de Kepi azt írta, ha a dobos eljátszik bármilyen System of a Down számot, én hozzámegyek. Szóval... El tudod játszani, Tomi? Bármelyiket. Van itt egy albumot házassági ajánlat. Albumot mondjál, és végig dobolom. Egyébként az is nagyon mókás, hogy a Tomi akkor még ugye képes sem volt, hogy ő a zenekar tagja lesz, és ő is hagyott ott ilyen lelkes rajongó kommentet a videóklip alatt. Bence, tudsz idézni ilyet? Hát, mármint ezt te írtad, hogy nagyon jó koncepció, nagyon jó videóklip, srácok. Mert az. Igen, és fél évek később már játszott a zenekarban. Úgyhogy az álmok valóra válhatnak. Az a vicces, hogy volt még egy másik zenekar, az Évment zenekar, akik a szembeszomszéd teremben próbálnak a mai napig. Na, hát, hogy ott is írtam az egyik videóklipjük alá egy kommentet, ami hát sokkal rövidebb, ilyen kis jobban kitalált, csak annyi, hogy tetsző. És nem sokkal később oda is fölvettek gitározni, meg ordibálni, úgyhogy egyiket se tudtam, vagy hát ajaj, vigyázz, hogy miket kommentálsz, tehát akkor ebből még bármi lehet. Egyébként, ami még így izgalmas ezzel a klippel kapcsolatban, bár amúgy a YouTube aláírásból ez nem derül ki, de hogy Fekete Giorgio és Héra Barnabás, ugye a Carson Comából azok, akik segítettek, az ő rendezői együttműködésükkel jött létre ez a klip. És erről is meséljetek kérlek, de ami különlegesen izgalmas számomra, hogy szerintem nem volt könnyű dolguk, mert amennyire én utána olvastam, mindenfélét mondhatok, hogy miért nem szeretnétek. Tehát nem szeretnétek image klipet, amiben csak zenélgettek, nem szeretnétek olyat, ami eljátsza a dalnak a szövegét. Hát mi marad? Hát igazából mi nagyon szeretjük az ilyen silly, goofy dolgokat szerintem, és igazából az volt, hogy valami nagyon színeset szeretnénk, meg szeretnénk benne lenni mindenképpen, mert amúgy szerintem valamennyire mindenkiben van egy kis szereplési vágy, bennem legalábbis nagyon bennem volt, aztán nagyon zavarba voltam, amikor ott kellett színészkedni, vagy ilyesmi. Uh-huh. Szóval alapvetően nem volt velünk szerintem egyszerű, de hogy mi kiadtuk nekik a teljes dolgot. Megadtunk színeket, megadtuk, hogy mi szeretnénk benne szerepelni, és akkor odaadtuk, hogy akkor találjanak ki valamit így a dallal együtt, és amúgy ők álltak elő az egész koncepcióval. És miért pont nekik adtátok? Tehát honnan ismeritek őket, honnan a közös munka ötlete? Ez igazából úgy történt, hogy nem velük akartunk dolgozni, de hogy remélem, ha halljátok. De nagyon jó volt, hogy velük dolgoztunk, de hogy igazából az történt, hogy a Komrocki Diának írtunk, hogy ő nagyon jó egyszemélyes hadsereg, nagyon jól dolgozik, mint operatőr, és amúgy láttuk már rendezését is, és megkerestük a Diát, aki nem tudom, egy jó pár héten belül válaszolt, hogy igen, de.
És de az meg az volt, hogy, hogy ő belefáradt abba, hogy egyszerre operatőr és rendező, és hogy a Giorgio meg a Barney nagyon szeretnének viszont kipróbálni magukat rendezőként, és hogy behozhatják őket a projektbe. De jó. És akkor ja, gyakorlatilag ez tök organikusan történt, mert megbeszéltük, hogy persze, igazából több szem többet lát elven, faszább lesz így a klip, és végülis nekünk a koncepcióhoz annyi közünk volt, hogy ők egy csomó meetinget tartottak, és nekünk már így a kész koncepciót hoztak egy ilyen nem tudom, egy ilyen vizuálos táblát, amin így kb. Láttuk egy ilyen nagyon minimál storyboardba, hogy fog ez kinézni, és azt mondták, hogy ezt gondoltuk, oké-e vagy nem oké. És akkor abban nagyon minimálisat belevariáltunk, megmondtuk, hogy mi nem tetszik, mi az, ami tetszik, és elmentünk is leforgattuk, szóval ennél több nem volt ebbe. És akkor a YouTube leírásban ők a fehér Zeus. Tehát a feketéből a fehér, a hérából a Zeus? Igen, mert hogy ez a mi megfejtésünk. Ezek csak találgatások, tehát okay. Mi se tudjuk igazából, ki készítette. Nem találkoztunk azzal az árnyék hatalommal. A stábbal. Fanni, mit szerettél volna még mondani? Hát semmit, igazából annyit, hogy és akkor ugye nyilván a Dia volt az operatőr, a Komrocki Dia volt, úgyhogy így egy tök jó kis csapat verbuválódott össze. És egyébként szerintem a klip is elég különleges lett. A bevásárlókocsiban tologatásra még rá akartam kérdezni, hogy azt valamelyik plázától hoztátok el, vagy hogy jutottatok hozzá, ez így mindig érdekli az embert. Hát otthon volt. Volt otthon egy bevásárlókocsi? Nektek nincs. Jó környéken laktok, azt kell, hogy mondjam. Jó. Kanyarodjunk most egy kicsit ahhoz az albumhoz, ami talán így az első volt, ez a, remélem jól ejtem, ez a Blemp című EP. Rosszul ejtem? Nem, tökéletes. Nem lehet rosszul ejteni. Nem lehet rosszul ejteni. Hogyha még rájátszol egy kicsit ilyen kutya effektussal, mint amikor kutyák így blempelnek egyet, akkor az igazi, akkor az igazi. Jó, én ezt meghagyom nektek, de ezzel semmi baj, ez jó így, és ezzel a lemezzel kapcsolatban már az előbbit említettük azt, hogy kaptatok egy lehetőséget a Keretblog kikeltető nevű versenyén 2018-ban, de jól tudom, ebben főszerepet játszotta a Wedding című dal. Így van. No, erről meséljetek még egy kicsit, légy szíves, mert hogy azt gondolom, hogy emögött is van valami kis sztori, vagy van emögött egy kis blempelés. Blemp. Srácok, valami hozzáfűzni való. Vissza fogom nézni otthon a felvételen, hogy kinyomott rá az effektpadra. Látni fogom. De igen? Szobi volt. Hát a Wedding is ez. Megírtunk egy ilyen nagyon gicses balladát, és azért ettől mi mindig óckodtunk, hogy így nem akarunk ilyen nem akartunk ilyen gicses zenét játszani, vagy ilyesmi, és akkor már úgy voltunk, hogy erősítsünk rá erre még jobban, és akkor de várjál, teljesen... nem ez köthető a Schobert Norbihoz, meg a Rubin Trékához? Hát hogyne, igen. Ó, gyerekek, ez honnan jött? Hát le akartunk írni, ugye ez a szám, ez egy ilyen nagyon romantikus, kis lassúzós dal, és akkor gondoltuk, hogy erre a szövegben is lefestünk egy ilyen nagyon mély, belsős, igazi házasságot, vagy szerelmi kapcsolatot, és akkor végül is az első pár, aki beugrott, azok ők voltak. Hozzáteszem, ehhez egy videó is köthető, amikor a Schubert Norbi énekel a Rubin Trékelnek, mi is az a dal, amit énekel, kartalak, hogy végre már megtalálja. A Norbi címűtik, nem? Tehát akkor igen, Schubert igen. Norbert és Rubin Tréka ihlette. Így van, igen. Aha. Nevezd meg egy ikonikusabb duót. Hát én a nem Korda tudsz. Házas párt mondtam volna, de... De ők aranyosak nagyon, de hogy nem annyira magasztos, mint az övék, vagy valahogy ez egy kicsit más. Erősebb érzéseket váltottak ki belőlünk. Tomi, te előhoztál egy kazettát, azon mi van, vagy ez most miért vág témába? Ja, csak ízé csekkolni akartam, hogy 2004 vagy 2001 áll az eredeti címében. Tehát, hogy ennek mi utána néztünk, hogy akkor volt a házasságuk, és tehát, hogy a Spotify-ra nem engedték úgy feltölteni az alsó vonás miatt, de hogy a YouTube-on, hogyha megnézed a videó címét, az a házasságunknak a dátuma. Wow, tehát, és mindegy... szerintetek hallották már, vagy így célotok, hogy egyszer majd így lejátszatok nekik? Amúgy most sem mondod nekem, lesz. Igen. Én az egyik alakreform táborba elmennék játszani ezt a dalt. Szerintem megható lenne nekik, tehát benne van minden a Norbi rendőr múltja, nagy a hácsi, a kutyájuk, Rubin Tréka, rubintos kék szeme. Igazából mi kell lennél több?
Hát azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy meghallgassuk, és aztán ki tudja, lehetséges, hogy egy ilyen Norbi Duci tréningen majd megjelenik a háttérben így, és erre fognak tornázni, tehát ez is simán benne van a pakliban. Akkor következik a wedding, utána pedig folytatjuk a beszélgetést. Rockzene. Hangpróba. Fülbemászó. A dal születése. Hallgatjuk a zenéket, és ahogyan én hallgattam a dalaitokat, ami nekem feltűnt, hogy úgy eléggé erősen az angol nyelvre építitek a munkásságotokat, ennek ellenére, hogyha jól tudom, akkor most dolgoztok talán az első olyan nagy lemezen, ami teljes egészében magyarul lesz. Miért a váltás? Hát igazából kicsit, nem tudom, organikusan jött, őszintébbnek érezzük szerintem most, hogy magyarul énekeljünk, vagy nem tudom, vagy hogy énekelne Fanni nyilván. Meg hát egy nagyon jó kísérlet igazából, tehát hogy próbálkozni szeretnénk mi is új dolgokkal, és ez most nekünk új, úgyhogy izgalmas mindenképpen. Az benne van a pakliban, hogy így a közönség mondjuk jobban érti a dalokat ebben az esetben? Tehát egyfajta szorosabb kontaktust ki lehet építeni? Mindenképpen, meg szeretnénk is, hogyha ez megtörténne, meg igazából ez nem is feltétlen új dolog számunkra, mármint hogy a magyarul szövegírás, próbálkoztunk már ezzel, de semmiképp sem akartuk erőltetni. De próbálkoztatok, most... tehát mondjuk indulok egyel messzebbről, egy basszeros tudja a dalszövegeket? Igen. Tehát tudod őket? Igen. És akkor nálatok ez ilyen csapatmunka, tehát összedugjátok a fejeteket, fejeiteket, és akkor alkottok? Hát van néhány dal, amit egy-egy ember írt, vagy egy-egy ember kezdett el, de úgy a legtöbbet azt együtt írtuk. Mindenki belopta az ötleteit, és végül össze kovácsoltuk. Az feltűnt egyébként, hát szerintem azoknak is, akik ezt a beszélgetést hallgatják, hogy lételemetek a humor, és ezt használjátok. A mémelésbe is így néha így belekapaszkodtok, meg ebből így építkeztek. Ez mondjuk így az új anyagnál is középpontban van, és akkor ez úgy működik, hogy mondjuk valaki bedob egy ötletet, és elindul az agyvihar, agylavina, vagy van az, hogy valaki egy konkrét tervel jön, és akkor csak kidolgozzátok? Hát... Alapvetően az szokott lenni, igen, hogy valaki hoz egy ötletet, és akkor elindul az agymenés, és kitaláljuk, viszont most ezeknél az új magyar daloknál valahogy egy picit mélyebbre ástunk szerintem magunkban is, és ezek egy kicsit komolyabb hangvételűek egyelőre. Ugye még folyamatban van ennek a lemeznek a megírása, úgyhogy még nincs kizárva, hogy lesznek ilyen kis meglepetés, vicces dalok is rajta, de egyelőre most egy kicsit komolyabb hangvételűre vettük. Majd meglátjuk. És egyébként, ha jól tudom, két dalt már rögzítettetek is. Tök izgalmas amúgy, az 1-5-1-gyel beszélgettem, akik Pécsre jöttek a Zaj-Zaj-Zajba rögzíteni a lemezüket, aztán holnap fogok találkozni Bobekkel, aki szintén ugye pécsi, de Budapesten működik. Most itt vagyok Pécsen, ti milyen stúdióba mentek el? Utaztok Szegedre? Mi is a Zaj-Zaj-Zajban vettük fel. Nagyon jó. Vagy vesszük most ezt a két dalt, ezt pont a... Ligeti Gyuri? Ligeti György. Igen. Most ismerkedtünk meg vele, és nagyon izgalmas volt a közös munka, mert producerrel még nem dolgoztunk együtt korábban, és őszintén szóval egy hatalmas megkönnyebbülés volt, mert elég gördülékenynek éreztük szerintem a közös munkát. De igen, mi is a Zaj-Zaj-Zajra gondoltunk, amikor arról volt szó, hogy lemez megírás, mert nem tudom. Mi az, amit egy producer hozzáad? Tehát mi az, ami mondjuk könnyebb így, hogy ő is ott van, annál, mint amikor csak így magatokban dolgoztok? Hát szerintem az egónknak nagyon jót tett, és nem úgy mondom, hogy fényezve lett az egónk, hanem pont az egy kicsit, hogy úgy rátapostak, de nem ilyen nagyon radikális értelemben, hanem csak így helyre tettek bennünk, vagy hát legalábbis a Gyuri szerintem nagyon sok mindent így helyre tett a fejünkben, amit nem így gondoltunk, ami azért érdekes, mert szerintem az új dalok megírása sokkal izgalmasabb lesz már ezzel a nézettel, hogy így állunk neki, de beszéljetek róla ti is, mert szerintem mindenkinek van gondolata. Én valahogy úgy tudtam összefoglalni így a hétvége után, hogy azt mondtam a többieknek, hogy srácok, nem a jó hangzásért jöttünk, meg a technikáért, hanem azért, hogy tanuljunk, és szerintem ez 100%-ig így lett végül. Nem tudom, hogy pontosan idézem, de van egy ilyen ikonikus történet egyébként, amikor a We Are The World-ot vették fel, hogy ott a stúdióajtóra ki volt írva az, hogy hagyd kint az egódat. Tehát, hogy ez, amit itt elmondtál, ez nagyon érdekes. És azon gondolkodtam közben, hogy lehet ezt a pozitívan őrültséget, ami a tizenétekben benne van, ezt a mémelést, ezt a humort, úgymond
hát ilyen hivatalosabb keretek között űzni, vagy fontos az, hogy amikor ott vagytok a stúdióban, azért megmaradjon ez a pozitív értelembe vett őrület, ami jellemez benneteket szerintem az eddigi daloknál. Szerintem amúgy, amikor stúdióban vagyunk, akkor mi elég hivatalosban vagyunk. Igen? Tehát, hogy a felvétel közben igen. Két felvétel között ugyanez, mint ami most, vagy durvábban, mert akkor nem éppen egy podcastet veszünk fel, és nem vagyunk így megzavarodva, de amikor meló van, akkor bele van állva mindenki, és 100%-ig rá van fókuszálva a dologra. A hülyeségeket itt találjuk ki előtte, nem ott helyben. Tehát oda már úgy mentek, hogy megvan a koncepció, megvannak az ötletek, és akkor dolgoztok. Igen, így van. És az új lemezzel kapcsolatban mi az, amit így el tudtok mondani előjáróban? Ha jól sejtem, akkor ez a Hangfoglaló NK által támogatott projekt. Mi lesz ez? Nagy lemez, kis lemez, magyar nyelv az oké, tudunk-e már olyat, hogy mondjuk cím, vagy valamilyen kis apróságot, amit így elhinthetünk? Hát, hogyha őszinte akarok lenni, akkor még azért az ember ilyenkor nem mer kijelentéseket tenni, de hogy amúgy egy az első nagy lemezünket tervezzük jelenleg, még azt nem fixáltuk, hogy hány szám, kényelmesen akarunk haladni, de azért valamilyen szinten mégis határok között, és egyelőre még két dal van kész, illetve öt ötletek vannak, meg félkész dalok, meg háromnegyedik kész, meg majdnem kész dalok, és még hagyjuk egy kicsit szabadon, majd szeretnénk szerintem azt, hogy majd így megérkezzen egyszer csak, hogy mi akar ez lenni, hagyni magától. Amúgy az is nagyon durva, hogy tehát az a két dal, amit felvettünk, most hogyha megmutatnánk neked, abba se nagyon találnál egyezést, tehát hogy nagyon bipoláris az egyik, az szerintem egy viszonylag vidám, napsütéses dal, a másik meg egy ilyen borzasztóan mélyre menő cucc. Mármint, hogy ezt most nem úgy mondom, mint értékítélet, hanem úgy, hogy szerintem a tematikája súlyos. Egyébként ez így általában, amikor a tizenétek felmerül, és valahol beszéltek erről, vagy valaki értékeli, adott esetben kritizálja a zenéteket, akkor ez így felmerül, hogy a humortól így akár a súlyosabb, komolyabb témákig is szerettek eljutni, és szerintem egyébként pont ez ad egy ilyen nagyon izgalmas hullámvasutat akár a zenétekbe, bár koncerteteken még nem voltam, de úgy képzelem, hogy egyszer fent, egyszer lent. Hát nagyjából ez is történik szerintem nálunk, hogy egyszer fent, egyszer lent. Az tény, hogy egyébként én így utólag visszagondolva, hogy az angol számokra azért a humor mögé nagyon könnyű elbújni, szerintem sokszor. És most, hogy ezeket a dalokat megírtuk, egyrészt a magyar szöveg miatt szerintem sokkal személyesebb lett, mert szerintem sokkal könnyebben meg tudtuk fogalmazni, vagy konkrétabban az érzéseinket. Meg másrészt nem is lehet úgy. Tehát, hogy ez szerintem egy sokkal személyesebb. Nekem legalábbis borzasztóan személyes lett ez a két dal, ami elkészült. Ugye így az induló előadói pályázatnak a nyerteseivel beszélgetve felszokott merülni a kérdés, hogy mi a legtöbb, amit ez az egész program így ad nektek. Hogyha egy valamit ki kéne emelni, nyilván lehet azt mondani, hogy pénz, tök jó, de hát ez a pénz, ez arra megy, hogy létrejön a zene, de hogy mi az, ami a legnagyobb profit ebből az egészből számotokra? Bánki Niki. És a Ligeti Gyuri, amúgy. Tehát a mentorotok és a producer, úgymond. Így van. Ha nem lenne a pénz, már akkor is akkorát nyertünk volna ezzel a két emberrel, hogy hihetetlen. Hát meg, bocsánat, a zaj kapcsán még a Zazát is azért szeretném kiemelni, mert hogy ő is így lejött minket, és nagyon, hát azért jót tett az egónknak, hogy ő itt volt, meg ő segítette leszervezni ezt az egészet, sőt, ő gondolta arra, hogy a Ligeti Gyuri legyen a producerünk, miután meghallgatott bennünket. És hogy beletrafált, innen is puszíjuk. Most jön a track 3, miután Bence elmondta, hogy mi fullad bele, valamit én most belét folytottam. Igazából csak azt akartam mondani, hogy ezt a Zaza Ligeti Gyuri dinamikát úgy képzeld el, mint a jó zsaru, rossz zsaru. Zaza, amikor lejött ide, akkor az volt, hogy fú, srácok, ez kurva jó, bekapcsoltátok a Torres, nagyon hangos fasza. Lejött a Ligeti, azt mondta, hogy jó ez a dal, csak a felét ki kéne bakni. Hú, azért lehet itt meló. Tehát azért van ebben munka szerintem. Track 3 következik, és akit érdekel, hogy milyen egy igazi kutya karaoke, azt tartson velünk, megtudhatja. Hangpróba. Hanghordozó. Az ember, aki a zene mögött áll. Honnan a kutyák szeretete? Mindenki kutyás amúgy? Senki nem macskás, csak én? Én macskás vagyok. Na végre. Én is macskás vagyok, szerintem inkább. Titokban. Bence jelez a kezével. Maki nevű kis cicámat innen is puszilom.
Na ennyi, oké. Akkor talán még izgalmasabb beszélgetni a stockfotókból összeállított kutyakaraoke videóról, amihez a Track 3-hoz készült. Hát ez egy hatalmas trollkodás, nagyon cool, de honnan az ötlet, illetve hát láttatok hasonlót bárhol? Hát szerintem nagyon sok karaoke videót láttunk már, mint hogy így valójában az, tehát ja, nem tudom. Na jó, aki most ez alapján azt hiszi, hogy megőrültem, az nézze meg a klipet. Tehát tényleg, ha én kutyás lennék, akkor azt mondanám, hogy ami kutya és cuki, azt így belenyomtátok. Amúgy ez a Marosi Rolandnak az érdeme, aki egyedül rendezte, vágta és csinált mindent ebbe a klipbe, úgyhogy szia Roland, köszi minden. Igazából itt annyi volt, hogy mi kettő dolgot találtunk ki, legyen egy karaoke videó, és csak undorító stock fotókból álljon, és a Roland azt mondta, hogy oké, akkor 20 ezer forintot adjatok. És azt odaadtuk neki, és két hét múlva küldte. Én beküldtem a közös chatbe, és mindenki azt mondta, hogy ez így fasza. Igen, egyébként ezért tettem zárójelbe a kutyás cukiságokat, egybe akartam mondani, mert hogy tényleg azért itt az erősen kutyások mondják erre, hogy cuki, a többiek meg így furcsaják a látványt. Buldog az elején, amelyik Igen. így följön? Pedig ki ne akarna karaokizó kutyákat nézni amúgy, tehát hogy... Na jó, ezt a klipet mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe. Most viszont akkor, hogyha már hullámvasútról beszéltünk, akkor menjünk egy kicsit mélyebb témába, az anyukák kedvencébe, mert hogyha jól tudom, akkor a Queens of the Lone Rage az a dal, ami hát mondhatjuk, hogy a Queens of the Stone Age ihletett mű, de hogy tulajdonképpen az anyukák kedvence, ugye? Már hogy nálatok. Ja, igen, bár mondjuk anyukámnak szerintem az összes dal a kedvence, ő nagy rajongó. Igen. Jó, akkor menjünk bele a feminista üzenetébe. Na igen, ez egy érdekesebb dolog. Srácok, valamit nem akartok mondani. Igen, ennek a számnak alapvetően az a története, hogy én engem talán akkoriban ért meg igazán, vagy ért el ez az egész dolog, amit feminizmusnak hívunk. Egyrészt a barátaim körében, másrészt meg abban, hogy a vendéglátásban dolgozom most már. Imáron, hát nem sokára 4 éve, hogy a vendéglátásban dolgozom, és ott eléggé kapom ezeket a megjegyzéseket, vagy így látom főleg a környezetemben, és ez annyira dühített, hogy egyszer lejöttem, és azt mondtam a srácoknak, hogy én ezt nem hiszem el, hogy mindenki ennyire undorítóan viselkedik, és hogy így elegem van, és elmeséltem nekik ezekkel kapcsolatban az érzéseimet, és akkor így kitaláltuk ezt a témát erre a dalra. A csapat másik női tagjához fordulok. Igen, igazából Bogi. Megtörtént ez a próba, hogy elmesélte ezeket a dolgokat a Fanni, aztán igazából nem, szóval kicsivel később megihletett engem is ez a téma, meglepő módon, meg hát gondoltam, hogy ha már én vagyok a másik lány a zenekarban, végül is megpróbálhatnék szöveget írni rá, úgyhogy ennek a szövegét én írtam végül is. Nem véletlen néztem rád egyébként, tehát akkor ez egy ilyen női munka. Egy konkrétumot tudsz azért mondani, hogy mi volt ez, ami mondjuk így a vendéglátásban így ennyire felbosszantott, mert ez azért érdekelne? Hát... Azt gondolnám, hogy ha valahol, akkor ott abszolút evidens, hogy nők vannak. Valahogy így a vendéglátás, ennek a szerető atmoszférája, az nekem egy ilyen női, empatikus jellemvonás. Igen, alapvetően elég sok lányjal dolgozok együtt, vagy dolgoztam együtt még annó az éjszakában is, illetve a nappali, most már nappali vendéglátásban dolgozom. Hát főként ezek az ilyen erős tírölések, de hogy mondjuk volt egy ilyen nagyon exakt pillanat, ami így megragadt, amikor éppen kiszolgáltam, és így bácsi erőszeretettel mutatott a mellemre, és kiabálta, hogy mennyire király. Majd én elkezdtem neki kiabálni, hogy hát ez elég undorító, vagy hogy így mit szeretne a bácsi, mi baja van, hogy éppen infarktusa van, és azért mutogat, vagy mi a probléma, aztán elkezdett odahívni fiatal srácokat maga köré, hogy mindenki nézze az én mellemet. Aztán ez odáig fajult, hogy én kikergettem tulajdonképpen a helyről, vagy hát így elkezdtem hangot adni ennek a dolognak, azért én ettől nem félek, tehát hogyha én azt láttam, hogy egy kolléganőmet zaklatják, vagy bármi, akkor volt, hogy azért felemeltem a hangom és hasonlók. Itt az volt a bácsi?
természetesen ittasd, de ez nem menti fel attól. De nem mentséges, persze, nyilván csak annyira szürreális a helyzet. És azon gondolkodom, hogy ilyenkor vajon melléd állnak-e mondjuk a vendégek? Tehát, hogy van-e olyan, aki mondjuk feláll, és kiáll melletted, vagy érted? Igen, ez egyébként nagyon érdekes a munkahelyemen, egyébként pont most lesz majd erről egy előadást tartva, hogy ezeket a szituációkat hogy kezeld le te, mint aki ebben dolgozik, és mit tudsz tenni egy ilyen helyzetben, mert nyilván az se feltétlenül jó, hogy más vendégeket bevonsz. Aki olyan, az nyilván közbeszól. Én azt gondolom, hogy én még vagyok egy olyan személyiség, aki viszonylag ki tud állni ilyen helyzetbe. Volt olyan, hogy nem tudtam kiállni, de hogy engem azért valahol nem kell félteni, én megmondó embernek tartom magam ilyen szituációkban. És egyébként, amit tanultál, az egészen más. Mondd még egyszer, kérlek, itt a beszélgetésünk előtt elmondtad. Film és... Televíziós asszisztens. Na, csak azért mondom, mert hogy a videókép, meg ez az állvány, amin a kameránk van, az így neked köszönhető, tehát ebben is remekelsz. 2 év egyetem, és felállítok egy bármilyen kameraállványt. Figyelj, profi a kép, én hangember vagyok, tehát én ebben abszolút béna vagyok. Nem sokára meghallgatjuk ezt a dalt, de előtte egy kicsit a koncertekről dumáljunk, ami nekem szemet szúrt, hogy az A38-on az Idegen előtt játszotok. Az majd 6. hó 1-én talán, hogyha jól jegyzeteltem ki magamnak, de meséljetek még így a nyári dolgokról. Hova mentek, merre lesztek? Inkább alkottok, vagy lesznek fellépések is? Hát lesz egy csomó fesztivál, de alkotni is kéne, elég kevés idő lesz rá, de igyekszünk összehozni, nem tudom. Mennyi most a koncertműsor? Tehát, hogyha mondjuk kaptok egy színpadot, akkor jó szívvel milyen hosszú műsort tudtok megtölteni? 50 perc. Aha. Kb. Ja. És hogyha nyári helyszínek közül mondjuk egyet ki kéne emelni, mindenki kap egy lehetőséget, akkor mit emeltek így piedesztára? Nem tudom, hogy mi az, ami be van már jelentve. Ja, hogy... Ja. A gong az be van. De várjál. Amúgy nekem ez az Idegenes buli. Nekem igen? Az. Én azt láttam, ugye azt már bejelentettétek nyilván. Ja, akkor gongfesztivál, ami be van jelentve. Nagyon várjuk egyébként augusztusban. Az viszonylag közel van, ugye Bremenden, ha jól tudom. Úgyhogy azt szerintem nagyon izgi lesz. Tök jó line-up lett igazából, úgyhogy nagyon várjuk. Hát szerintem amúgy addigra úgyis be lesz már jelentve ez, mire ez ki fog jönni, de én amúgy az Ördögkatlant, azt nagyon szeretem minden évben oda visszatérni, mint fesztiválozó is, meg amúgy koncertezni is nagyon szeretek ott. És Tomi, neked ez lesz az első úgymond szezon, amit így teljes egészében a csapattal nyomsz? Igen, pontosan. Izgulsz? Nem. Csak szelélni akarok már végre. Na, tök jó. Jó hozzáállás nagyon. Akkor most meghallgatjuk a dalt, amiről ennyit beszélgettünk. Zeneileg még valami kulisszatitok, amit csatolnátok a Queens of the Lone Ridge-hez? Tök jó dal, hallgassátok! Spotify-on föl van, Tidal-on is! Nekem annyi van, hogy még ez a Queens of the Stone Age vonulat, ez onnan jött a dalba, hogy nagyon sokat hallgattam megint a Like Clockwork albumát a Queens of the Stone Age-nek, aki nem hallott, annak tökre ajánlom, mert szerintem a legjobb művük, és nagyon akartam valami olyat csinálni, és hogy én, amikor a srácoknak egy témát hoztam le ebből, azt a ami az elején van, mondtam, hogy ez olyan, mint azon a lemezen valami, talán, a többit azt mind közösen írtuk, de hogy igazából csak innen van a címe. Én még bocsánat, még annyit hozzáfűznék, hogy így mindez a dal téma, ugye ez is azért egy ilyen közös beszélgetés volt a srácokkal, amikor kitaláltuk ezt a témát, és amúgy nagyon jó érzés volt, hogy ilyen megértően álltak ehhez a témához, és nagyon figyelmesen hallgattak, és szerintem azóta is így, amikor ezt a dalt játsszuk, ez így mindenkinek a fejében ott van, vagy akárhova megyünk, hogy ezek a dolgok vannak, és nagyon jó, hogy ilyen közegbe tudunk zenélni. Meg hát, hogy a Bogi ennyire megértette azt, hogy miről beszélek, és meg tudta írni ezt a szöveget nekünk. Ez szól most itt a hangpróbában. Hangpróba. A hangfoglaló belső hangja. Amikor zenekarokkal beszélgetek, akkor az azért így belekerül a darts tábla közepébe, hogy mik a tervek. De ezt is nasz megkérdezni. Inkább azt kérdezem, hogy a mostani formában hallható dogoz, az, amit mondjuk 10 év múlva is hallani fogunk, vagy ez adott esetben radikálisan formálódik majd a jövőben? Hát nagy terveink vannak Hegyes Tamás Mauglival. Szeretnék megtartani őt ebben. Ebben a kis körben, amiben vagyunk. Hát azért reméljük, hogy így 10 év után azért valamit fejlődik a zene, vagy azért tudunk megújulni folyamatosan. Szerintem a vibe az ugyanaz marad, tehát hogy ugye attól lesz olyan a zene,
amit csinálsz, hogy te csinálod tulajdonképpen. Még keressük, meg megyünk, meg kutatjuk, hogy mit szeretnénk, vagy mik szeretnénk lenni, ha nagyok leszünk. De mit kerestek? Tehát a hangotokat keresitek, vagy azt, hogy hogyan lehet mindig megújulni? Hát a hangunkat egyelőre, ha? És ennek kapcsán megújulni folyamatosan. Tehát... Hát mondjuk pont a Légeti Gyuri mondta azt így a stúdióban, hogy a Fanni például így a top egy ember, aki így már most így tudja, hogy mit akar így a zenében. Mert a zenekarom belül. Mert mint hogy igen, hogy megtalálta a hangját, hogy mutatta, hogy na hát ez a rész itt, ez is te vagy, következő rész, ez is te vagy, és így... Hát nem mondta, de szerintem így mindenki tudja, hogy a Bogi így a őszintén holt versenyben van vele, meg így a fiúk is így azért toppon vannak, mondjuk szerintem esetleg, hát én vagyok az egyetlen, az ilyen kizé. Kis csáva. Hát basszus, újra kell tanulnom dobolni, ez nem én vagyok, ez nem teljesítmény, amit ott toltam. De igazából a Gyuri, ezt akartam kiváltani belőlük, ha. Csak így szerettem, nem vagyok akkora pszichopata. Nem vagyok akkora pszichopata, azt hiszem, ugye anya? Oké. Egyébként egy kezeden megszámolható a jelenlegi zenekaraid száma? Ja, csak három van most. Három van, és ebből a dogoz, az hol van? Tehát, hogy prioritás? Na most már. Na most, ami bolygat. Hát de nekem mindenki azért... Nem tudok így top egyet mondani. Mindenkit azért szeretek, mert hogy mi az. Tehát mondjuk a dolgoz, ez nem olyan jó HC Punk zenekar, mint a HC Punk zenekarom. De amúgy, amit tényleg érzek ebben az egészben, hogy te is használtad a szeretet szót, de ahogyan rád reagált a csapat, az is azt mutatta, hogy itt tényleg egy ilyen családról van szó. Szabi, te lehet, hogy egy kicsit néha szűkebb szavú vagy, mint a többiek, ugyanakkor tőled is szeretném hallani, hogy így stílus tekintve, hangot tekintve, te mit érzel a jövőben? Hát nem tudom, most szerintem az elkövetkezendő időszakban próbáljuk ki így kicsit, nem tudom, megtalálni úgy a hangunkat, hogy ez a nagy lemez így tükrözze azt, hogy igazából mit szeretnénk, vagy mit képviselünk. És ezen dolgozunk most, aztán persze szeretnénk majd megújulni, kísérletezni, de azt hiszem most az a legfőbb feladat, hogy legyen meg tényleg a dogóz. Jó ezt hallani, és jó lesz titeket élőben is hallani, mert hogy következik az Activity rovat, amiben mindig valami kis élő produkciót vagy különlegességet, kulisszatitkot produkálunk, és jelen esetben nektek is van egy tervetek, mondjátok, mi lesz az? Ja. Nem értem. Annyira beleszerelmesedtem ebbe a mondatba pedig, szóval mit játszotok élőben nekünk? Ja! Én annyira arra gondoltam, hogy gombot akarok nyomni, hogy... Nyomjál, melyiket válasz? Mondj egy szint. Ne a pirosat! Megtapsoltatja magát. Szép. Na, tehát mit játszotok nekünk élőben? Mystery Ganget fogjuk. Vidd a mikrofont, Léci. Úgy? A Mr. Ganget fogjuk játszani. Ennek is van sztoria, nem? Azt mindegyik hiszem ez a Scooby-Doo-s, vagy mellé nyúltam? Igen. Ez is egy szerelmi történet. Valaki elmondja, mielőtt belevágtok? Kinek a szerelme? Hát lényegében Vilma szerelme Fred felé, ugye? De beteljesületlen szerelme? Hát talán igen, meg ez a megfelelési kényszer, amit magára vállal a főszereplő azért, hogy felhívja a másik főszereplő figyelmét, és végül ezt így sikerül elengednie, tehát hogy ja, ez is valamilyen szinten ilyen, nem is tudom, önállósodás. És ezt élőben játszátok, most már Mowgli Tomival, vagy Tomi Mowglival, ahogyan tetszik. Works either way, man. Na, csak meglett ez a szlogenszerű beszólás, vagy szignálszerű. Oké, bármi más, amit így a dalról tudni kell, mielőtt elkezditek, vagy csak szereljünk át, és a húrokba csaptok. Áú! Ezt koncerten is toljátok? Persze, imádok ugatni. És jön vissza? Tehát, hogy ti ugattok, és akkor visszaugatnak? Még nem, de majd egyszer szeretnék megugatni. Legyen így. Egy közösséget. Jó, akkor következik az Activity rovat. Hangpróba. Activity. Akcióban a csapat. We'll be right back.
rádiót hallgatjátok, ezt szerettük volna elmondani. Aki nem tudta volna. Azt a mindenit, hát megérte lejönni Pécsre, de nagyon megérte. Le a kalappal a Dogoz, fantasztikus volt. Én szereztem egy gitárt, de amikor mondtátok, hogy Fizzben vagytok, én ugye a G-t tudom, akkor én csak hát így léggitároztam, de nagyon jó élmény volt. Köszönöm, hogy ezt eljátszottátok nekünk. Hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. Próbaterem, stúdió, alkotó műhely. Mindenhová beviszünk, hogy első kézből hallhass a legtehetségesebb bandákról. Ez a Hangpróba. Hangpróba. A másik kis produkció, amit itt élőben előadunk, az a random kérdés, villámkérdések formájában. Ez úgymond a bandák csatája, tehát minden induló előadói támogatottnak bedobom ezt a kihívást, és arról van szó, hogy kérdéseket dobálok egy percen keresztül, az egy perc alatt izgalmas zene szól majd a háttérben, és minél többet meg kell válaszolnatok, mielőtt az óra lejár. És akkor indulok majd Fannitól, megyünk körbe, mindenki kap egy kérdést. Azt tudjátok erről, hogy mindenki egyet passzolhat, de hogyha mondjuk tegyük azt, Szabi passzolsz, akkor Bogi megkapja ugyanazt a kérdést. Tehát erre is készüljetek, egy perc lesz rá. Jaj, jó. És innen indulok, én nagyon stresszes. Jók vagytok versenyhelyzetben? Nem, én borzasztó, én szörnyen agresszívvel válok egyébként, bocsánat. De mehet! Bence, véd magad. Oké. Okay. Indítom a zenét és dobálom a kérdéseket, jó? És akkor számoljuk, hogy mennyit tudtok, és így a bandák csatájában meglátjuk majd az évad végén, hogy hogyan teljesítettetek. No tehát, jöjjön a rovat. Hangpróba. Random kérdés. Sorsolásra felkészülni. Forog a kerék. Villámkérdések. Ha nem lenne áram, mi hiányozna legjobban? A mikrom. Mitől féltél legutóbb? Ettől a podcast. Ha egy hétig egyféle kaját kellene enned, mi lenne az? Anyám fösztje. Ki volt a legjobb barátod az oviban? Gergő. Hány palacsintát bírsz megenni? Ötöt. Mikrofonba. Ötöt. Melyik hangszeren nem engednéd tanulni a gyermekedet? Hegedülni. Abba vagy Boniem? Abba. Melyik fesztiválra mennél legszívesebben, mint közönség? Bármelyikre. Mit rendelsz mindenképpen egy gyors büfében? Sült krumplit. Sör vagy koktél? Koktél. Milyen hangszeren tanulnál meg mindenképpen játszani? Dobolni szeretnék. Melyik otthon a kedvenc szobád? A nappali. Hova utaztál legutóbb pihenni? Soha nem pihenek. Szabályok vagy lázadás? Lázadás. Ki a kedvenc színészed? Kedvenc színész. Jó. Szerinted okos viselet a szandázokni? Isteni. Ajjaj. Ajjaj. Van, amiben szerintem nem értünk egyet, az időközben lejárt. Őszintén gondoltad ezt a szandázoknis dolgot? Hát egy jó szandál, vagy egy jó zoknival? Igen. Hát persze, hogyne. Jó, oké. Én ezzel óvatosabban bánnék. Bennem van egyfajta szandálzoknis rasszizmus, tehát hogy én nem tudom hova tenni a szandálzoknisokat, de hát ez nem számít, hiszen őszintén válaszoltatok, és szerintem fantasztikusan teljesítettetek. 16 helyes válasz, le a kalappal. Az biztos, hogy az élbolyban vagytok. Mondjuk itt a fesztiválnál, hogy azt mondta Tomi, hogy bármelyik, ott az egyen lehetett volna konkrétabb. Nem tudom, hogyha így konkrétizálnod kell, akkor rááll a szád valamelyikre. Bátaszéki Rock City Fesztivál. Jó, csak ezzel sok idő ment volna el, ez érthető. Neked Angelina Jolie? Egyébként nem. Védd a mikrofont. Egyébként nem. Nem is tudom, hogy ki a kedvenc színész. Mi volt a ki a kedvenc színész? De ő jutott eszembe legelőször. Egyébként szeretem, szóval Fanny, nem hazugság. Fanny, nálad a hegedű az, amit nem a gyerekednek? Mondjuk ahhoz tényleg kellenek idegek? Nekem anyukám nem engedte, tehát hogy annál, amikor beiratkoztam zeneiskába, mondta anyám, hogy hát a hegedű, hát az olyan lányos, meg olyan kecses, meg nem tudom, anyám azt mondta,
nincs ez az Isten, biztos, hogy nem egedülhetek. Azt mondta, hogy ezt nem hallgatja végig, úgyhogy hát zongoráztam csak. Bence? Amúgy én csak akartam mondani, hogy nagyon sajnálom, hogy nem én kaptam azt a kérdést, hogy mi hiányozna a legjobban, hogyha elmegy az áram, mert akkor mondtam volna, hogy az áram. Te ott a szobánál elbizonytalanodtál. Annyira sok kedvenc helyiséged van nem, otthon? Nem, csak a mondatelemzés nem ment, hogy így. Szegény. Amúgy a nappali a kedvencem. Meg a kedvenc kocsmány. Igen, és micsoda véletlen. Szabi, neked mi volt a gyors büfé? Sült krumpli. Sült krumpli, jó. Oké. Itt valaminél nagyon nagy, a lázadásnál nagyon nagy felkiáltás volt csapaton belül, amikor ezt bevágtad. Nem tudom, gondolom, mindenki így gondolja. Nézzetek rá, hosszú hajú férfi, hát ő lázadó. Le a kalappal. Tényleg fantasztikusan teljesítettetek, és hálás vagyok, hogy befogadtatok a Dogoz legénységével ülök szemben. Fanni, Bogi, Bence, Tomi és Szabi. Hálás vagyok, hogy itt lehettem veletek. Mi is köszönjük szépen. Mi is nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Nagyon jól éreztük magunkat. Ez volt a Hangpróba legfrissebb epizódja. Nektek is köszi, hogy velünk tartottatok. Amit fontos tudnotok, hogy érdemes a Hangpróbát követni bármelyik podcast platformon. Ez azért jó, mert így elsőként értesülhettek az új epizódokról, és a korábbiakat is végighallgathatjátok. Minden héten premier a Beat az ütős alternatíva műsorán, és a YouTube csatornáján pedig idővel meg lehet a videókat is tekinteni. Én megyek majd próbateremről próbateremre, hozok majd még izgalmas beszélgetéseket. Még egyszer köszi mindent, Réd Leden vagyok, most búcsúzom. Sziasztok! Ez volt a Hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. Hamarosan újabb bandát látogatunk meg. Addig is iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozunk legközelebb is. Hangpróba, a hangfoglaló belső hangja. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A műsor Rédl Ádám, a Beat az ütős alternatíva és a Petőfi Media Group közös produkciója.